Üdvözlök benneteket szeretettel, és nézzük meg akkor a mai igehirdetést. Isten vissza tudja adni. Az Úr pedig jóra fordította Jobb sorsát. Kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amilyen volt. Jobb 42 és 10. Az enyhén fogalmazva kiszámíthatatlan zeneszerző Handel pályája során nagy mélységeket és magasságokat élt meg egyik kudarctól a másikig. Abban az időben még nem lehetett csődöt jelenteni, pedig 1741-re Handel teljesen eladósodott. A börtön elkerülhetetlennek tűnt, ha csak valami csoda nem történik. Úgy döntött, hogy egy búcsú koncerttel befejezi pályafutását, és 56 évesen csőd tömegként örökre felhagyja a zeneszerzéssel. Ám minden megváltozott, amikor egy barátjától kapott egy librettót, mely Jézus életéről szólt, a Bibliából válogatott igék alapján. Handel belevetette magát a komponálásba, és megdöbbentő módon a Messiás oratórium első részét 6 nap alatt, a második részt 9 nap alatt, a harmadik részt további 6 nap alatt megírta. Lázas ütemben dolgozott, egyetlen ellenállhatatlan cél vezérelte. A szolgák az ételt az ajtaja előtt hagyták, mert féltek megzavarni. Ám egyszer egyik szolgája bemerészkedett, mire a zeneszerző fél, rezzent és könnyes szemmel így kiáltott. Azt hiszem, láttam magam előtt az egész mennyet és magát a nagy Istent. Éppen akkor fejezte be a híres halleluja kórust. Micsoda visszatérés. A Biblia tele van nehéz hasonló történetekkel. Jobb könyvének első 41 fejezete leírja mindazt, amit elveszített. Az egészségét, a gazdagságát és a családját. Aztán az utolsó fejezetben ezt olvashatjuk. Az Úr pedig jóra fordította Jobb sorsát, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amilyen volt. Az Úr pedig jobban megáldotta Jobbot azután, mint az előtt. Jobb 42:10-12. Amit Isten megtett Jobbért és George Friedrich Handelért, azt meg tudja tenni érted is, ha az életedet az ő kezébe teszed. Hát igen. Hát ez szép volt, gyerekek. Következő lesz a szónap, jó? Holnap akkor beolvasom.
Isten győzelemre hívott el. Ez lesz a holnapi. Na jó, akkor köszönöm, hogy meghallgattatok. Szerintem fogok jelentkezni ebből a folyóiratból is. Ebből is fogok nektek majd olvasni. Szerintem a második résszel tartozom nektek, mert az első részt azt olvastam. Megvan az első rész a csatornán, hogy keresetek rá, hogyha úgy van, megtaláljátok. Beírjátok, hogyan gyógyít Isten, és szerintem beadja. Jó? Be kell adja. Na jó, köszönöm, hogy meghallgattatok. Minden jót, és akkor majd hamarosan még találkozunk a mai nap folyamán. Leszek időadásban, picit később, nem most. Nem tudom pontosan, mikor, de leszek. Jó? Na minden jót. Addig is sziasztok, hamarosan találkozunk.